Hellosztok! Sziasztok! Köszöntünk szépen mindenkit újra a Stardew Valley folytatásával, és mintha az előző részekben Andi mondtad volna, hogy van egy híd, amit meg kéne, hogy javítsunk, mert hogy láttad, hogy esetleg romos is át lehetne jutni a túloldalára. Igen, lent ott a halásznál, hogyha jól emlékszem, ott láttam egy hidat. És hogyha jól tudom, akkor 300 fával meg is lehetne javítani, úgyhogy szerintem érdemes lenne akkor azt megnézni. Az király, ezt megnézhetnénk, van 800 fánk, vigyem magammal, és akkor megnézzük. Annyi biztos elég lesz, úgyhogy ja, úgyis horgászni indultam, úgyhogy... Ó, persze, hova máshova vezetett volna az első utad. Még annyi még miatt elindulnánk, hogy gyorsan bedobom ezt ebbe a kemencébe az előző részben megszerzett kopperjeinket. Egyesével lehet csak égetni, létezik ez? Ugye 5 darabot veszel, és csinál belőle majd egy ingotot, viszont úgy látszik, hogy egy darab szén is kell hozzá. Na jó, akkor ilyen kemencéből szerintem szükségünk lesz még készíteni egy jó párat, ez így nagyon lassú. Csinálok egyet, mert nekem amúgy is quest, és akkor kapnék még pluszba. Igen, az király. Megvan az első aranyrudunk. Azt hittem, kenyér. Igen, egyébként olyan néz ki, mint egy darab kenyér. Ezzel egyébként egy quest is kész, lehet, hogy majd átvehetnénk a jutalmat, de most egyelőre nem akarom keresgélni. Na mutasd azt a hidat, aztán keressük meg. Hát először is a horgászhoz kell elmenni. Egyébként azt miért hozod magaddal azt a mert kenyerezet? Büszke vagyok rá, hogy elkészült végre az első kopperbárunk. Örülök neki, hogy végre van valami, amit foghatok én is, és mutogathatom neked. Na hello! Ne nézd meg ezt fel, lejtsd szenni. Aha. Király. Azt nézze, majd nincs olyan kukac a földön, amiben a múltkor az artefekteket szereztük. Mennyi kajló, de rohadt jó. Ó, és az ez ráadásul egy csillagos kajló. Kakol. Az micsoda? Nem tudom, de kakol. Nagyon hülye neve van, jó? Inkább ne is mondjuk ki többet, hogy kakol. Felszedtem. Jó. És hogyha jól emlékszem, akkor valahol itt a híd, látod? Ó, igen. Na hát, itt az idő megjavítatni. Hogyan kell neki? Csak így is imád odaadjam? Aha. Szerintem igen. Jól odacsasztam neki egy párat. Na nézzük. Ez egyébként egy egész szép kis sziget. Arrafelé még... van nagyon mély víz. Igen, nagyon mély lehet jól horgászni, igen. Oh. Itt már néz, sokkal sötétebb a víz. Ó, oh, igen. Érdekes, hogy a sirály ott áll benne a sokkal sötétebb vízbe, de kit érdekel, ő csak egy sirály, ő ezt megteheti. És elkezd horgászni, hát ez nem hiszem, nem. Na jó, akkor én megyek tovább, aztán hátra találok itt valami kiszedhetőt. Ezeket például össze lehetne gyűjteni, csak tele vagyok. Miért vagyok tele? Itt is van valami értékes. Különféle kajdlók, korallok. Na nézzük, amiket összegyűjtöttem a szigetről, az egy nagy adag korall, amiből az egyik aranycsillagos, úgyhogy ezt lehet, hogy majd, nem tudom, én ezt egyelőre elteszem. Hát, ha majd fel tudjuk használni valamivé. A többit, azt pedig eladom, és akkor megnézzük másiknak, hogy mennyit érnek, jó? Én is gyorsan hoztuk egyet, aztán remélhetőleg a holnapi naphoz hasonlóan szerencsés lesz. El kéne menni még bányászni. Az arra nagyon-nagyon ráfér. És nézd meg, a macska nem enged be a házba! Cica! Befeküdt az ajtóba. Hova tűnt? Pedig már nagyon meg? Késő van. Gyorsan alszok, oké. Azt a mindenit! Wow, mennyit értek a korallok? Tényleg érdemes volt elmenni arra a szigetre, és a halaid is egyébként meglepően sokat értek. Azt a mindenit. Rögtön 1000-es rátettünk, azért ez egy egész király, nem? Tehát neki azért örülök. Igen. Gondolj bele, szerezném még 1000-es, és akkor mind a kettőnek lenne hátizsáka. Na nézzük, mik nőttek ma. Mindjárt elkészülnek ezek a retkek, vagy mi a fenék voltak ezek? Egyébként ezek a babok meddig lesznek itt az évszak végéig? Én nagyon remélem, hogy a következő évszakban is, mert egy vagyon volt az összes. Úgyhogy nagyon-nagyon örülnék, hogyha kitartanak a következő évszakra is. És amikor vége az évszaknak, akkor ezek így kiszáradnak, vagy csak egyszerűen nem fog rajtuk teremni semmi? Hát ez látod megint csak egy marom jó kérdés. Én nagyon remélem, hogy megmaradnak még a következő évszakra is, de hát majd meglátjuk. Ugye itt egy hónap, egy évszak, közben rájöttünk. Hamarosan vége van, szóval átlépünk a nyárba, ami gondolom egészen más növényeket követel meg. Jaj, Bence, hoztam neked ajándékot. Ó, köszönöm, csak nem még egy Joya Cola. De. Köszönöm szépen. Kellen is fog egyébként majd. Tudod mit, menjünk el a Community Centerbe. Oda is volt még egy küldetésünk. Tudod, el kéne olvasni ezt a táblát, amit most már le tudunk fordítani. Ó, tényleg. Jó. Úgyhogy ezt meg kéne nézni még. Na nézzük. Nekem nem akar bemenni. Nem egy annyira nagy változás, vagy hát azóta tényleg nem történt itt semmi. De ezt talán már most már akkor el tudjuk olvasni. És ott van az alma megint. Elment. Vagy egy kis Yuminók. Elmenekült. Ajándékokat tudunk itt feloldani? Igen. Aha. Nézzük csak meg. Egy ilyen bendült kell szerintem neki teljesíteni. És akkor azért cserébe annál kapnánk valamit. Kellenek ezek a horseret is, meg Daffodil, meg ilyenek. Megnézhetem én is? Ja, bocsánat, tényleg. Addig te nem is tudsz belenézni.
De azt hiszem, láttam itt is, hogy itt is el lehet érni az inventoringból. Wow, lehet majd találni kaktuszt, meg gombákat, meg mindenféle ilyesmit. Igen, sőt, azt hiszem, hogyha megnézed a térképet, akkor van itt nekünk egy busz, és az elvisz minket ide, a sivatagba. Úgyhogy oda is lehet, hogy el kéne nézzünk, de azt majd szerintem csak a következő részben, mert ott aztán egy teljesen új terület lesz. Azt gondolkozok, hogy megvegyek-e vajon most itt egy táskát, vagy inkább még szídekre fókuszáljunk? Hát, hogyha veszel szídet, akkor mindenféleképpen olyat vegyél, ami 7 nap alatt beérik. Te a potétóra azt írja, hogy 6 nap kell hozzá, hogy megnőjön. Szerintem azt még ki tudnánk kelteni. Vehetek belőle? Vegyél, csak akkor szerintem azt még ma el kéne ültetni. Bizony, bizony, el is ültetjük akkor még ma. Te ki vagy, veled beszéltem már? Jody, igen, találkoztunk már. Jody! Taking a day off, de jó dolgod van neked. Hűha, nagyon görbül a botom. Mi? Ojoj, mit találtál? Ojoj, nagyon nagy halakadt a horogra. Na hát kíváncsi vagyok. Frozen geód. Találtál egy geódát a vízből is? De durva. Hármat. Hármat is? Három fagyott geódát, igen. Tudod mit? Most nekem is van egy csomó geódám. Én el akarok menni a blacksmithhez őket kinyitogatni. Majd esetleg össze tudunk futni valahol, hogy megnézzem, hogy mi van abban. Este 7 lesz nyitva, van még? Jaj, tényleg, ezek hamar zárnak. Meg egyébként is hétvége van. Senki nem dolgozik itt rendesen, látod? Csak mi. Szerintem mi holnap menjünk el. Amúgy jó, kíváncsi vagyok erre a Frozen geódra én is, vagy geódára. Hát biztos, hogy ritkásabb dolognak számít, mint a jelenlegi geódáink. Igen. Hú, én már úgy várom, hogy meglegyen a siló. Nagyon-nagyon ránk fog férni. Állítólag, hogyha ezeket a füveket itt most lekaszáljuk, akkor majd azok rögtön abba fognak belekerülni, szóval most még hozzá is akarunk nyúlni, majd miután megvan a siló, mert akkor ezek majd jó lesznek takarmánynak. Szóval ez tök jó, ki van találva. Majd csak állatok is kellenek, amik megeszik a füvet. Ja, ahhoz rengeteg pénz kell, meg hát még egy csomó kopper. Szóval jelenleg van hármunk, azt hiszem ahhoz kellett öt. Ajaj. Egyébként nagyon jól néz ki, hogy ahogy megy le folyamatosan a nap, úgy kapcsolódik, hogy egyre följebb és följebb a lámpa. Igen, igen. Van. Amúgy tele van egy csomó apró kis részlettel a játék, és ez nagyon-nagyon jól kivent találva benne, én ezt nagyon imádom. Arra mondjuk kíváncsi lennék, hogy mondjuk időponthoz van-e kötve, hogy mit hogyan lehet kifogni. Broken CD, jó, hát ez köszönöm Broken szépen, CD. De kuka. Igen, lehet, hogy számít az is, hogy milyen mélységű vízben, hogy milyen időben, hogy esőse a nap, tehát az időjárás is, esetleg nem tudom, a meteorológ, vagyis az a jós, aki itt a tévében beszél reggelente, lehet, hogy az is van valami kihatással rá. Ez például egy új opció, ez micsoda, ez a The Queen of Sauce. A szószok királynője? Igen. Ó, ez egy főzős műsor lesz szerintem, ami úgy látszik, hogy így este megy. Haj, egy titkos receptre akar megtanítani az ő kis főzőkönyvéből. Radish szalad, pontosan ez a recept. Ó, érdekes. Nincsen még konyhánk, úgyhogy szerintem nem tudunk főzőcskézni, de tök jó egyébként. De ami késik, nem múlik, egyszer majd talán eljutunk odáig is, hogy legyen itt is egy főzős videó. Igen, tényleg, majd csinálunk itt a Stardew Valley belül is főzős videókat, igen. Kell hozzá egy kis granary bread, little salt and pepper, és azt hiszem, hogy ezzel kész is van. Na nézzük. Ez micsoda amúgy? Egy nagy csepp eső. Igen, olyan. Ez a Frozen geód. Oho, köszönöm szépen. Hát várjál, kaptam egy szerelmes levelet? Mi? Ja, várjál, nem, csak úgy kezdődött, hogy how are you doing, sweetie? De aztán rájöttem, hogy csak az anyukám írt. I miss you so much since you left. És elküldte a kedvenc sütijeimet ajándékba, köszönöm szépen. Te is kaptál az anyukától, csak én kaptam finom sütiket. Haha, nézd csak milyen finom süti. 90 energiát is ad. Mit adsz a geódákból? Nézzük először ezeket a frozeneket. Valami szép csillagó kék ércet, opált, ó. Akkor ez ilyen ékkő. Meg iron ore, ráadásul 5-öt is. Tök jó. Ezek valószínűleg sokkal mélyebben vannak. Meg egy geminite-ot. Egy csomó kalkite, meg ilyen earth crystal. Ez meg micsoda, egy sandwich? Nem, egy sandstone, oké. Okay. Sandwich? Hát úgy nézett ki, meg egy kis clay. Köszönöm szépen, jó ember. Ez ki? Ki ez a csaj? Ez egy csávó? Te is találkoztál a... Hogy hívják a... Nem, Leviathan. Eliotta. Az. Én is először oda mentem hozzá flörtölni, aztán rájöttem, hogy mégsem, hopsz. Ezt rossz helyre tettem, na mindegy. Nem fog feltűni senkinek sem a különbség. Bundle completed. Megkaptuk a rewardot, szerintem. Itt van, tök jó. És kaptunk darab 30 darab seedet. Spring seedet. Na, azt megérte akkor megcsinálni, csak szerintem... mondjuk spring... Mindjárt vége lesz. Várjál, van itt valami cutscene, én nem nyúlok hozzá semmi, ott valami történik. Ú, és ott viszi az ajándékot, elviszi a kis Yumino az ajándékot.
beviszi a házukba, és több ilyen aranytábla is megjelent. Te durva! Beburta az alma a cuccodat. Igen, és most olyan, mintha... Á, még mindig félnek tőlünk. Elbújt. Beburta az alma a cuccomat, de legalább cserébe adott még szíret. Ezek mik oldódtak fel? Egy újabb Spring Bundle. Majdnem ezt is meg tudnánk csinálni, hallod, hogyha nem adtuk volna el a cauliflower-t. Nem én voltam. Oké. Te mindent eladsz, és aztán sörré teszel. Sörét? Sörré! Most mi másért dolgoznánk? Hoho, van itt egy River Fish Bundle is. Igen? Sunfish, Catfish, Shad és Tiger Trout. Oh my god, Crab Pot Bundle. És kell hozzá kajló is, meg ez a kis csigaház is, amiket találtunk a parton. Jó, legyen ez egy ilyen örök szabály, hogy mindig mindenből egyet megtartunk, mert fog kellene, úgy látszik. Elültesse még a Spring Seedet szerinted? Hát, ott nézd meg hány napos. Találtam egy könyvet a földben. De az a baj, hogy nem írja. Jaj, nem tudom hazavenni. Itt tudom hagyni az exemet. Ott van veled az exed? Nem, ahó. Nincs. Oké, most már megnézem ezt a horgászást. Következőnek követlek téged a partra. Jaj, Bence, gyere! Jövök is, most már nincs visszaút. Ott hagytad az exedet? Vagy a könyvet hagyom itt, vagy az exemet. Akkor az exedet, hogyha rám hargatsz. Ó, tényleg itt van a könyvet. Ezekre a pasikra mennyit kell várni. Na, itt vagyok. Ó, ezt nagyon megörültem neki. You found a lost book. A library collection has expanded. Oké. Én voltam a library-ben, és onnan tényleg hiányzott egy könyv. Most, hogy ezt így megtaláltuk. Kár, hogy most már nem tudom neki leadni, de majd valamikor a napokban leadjuk neki, aztán hátra kapunk valami. Hát nem is, nincs is nálam. Lol, én nekem eltűnt teljesen. Ezért jöttem el, nem is kellett hazacipelnem tőled semmit. Csak megfognom a könyvet feltartani az égbe, azt az eltűnt. Jó, nem tudtam. Így legalább láttad a könyvet. Nagyon jó volt. Tetszett? Szerettem. Bárcsak belolvashattam volna, de nem tudtam. Mert azt mondaná, egy mágikus erő kiragadta a kezemből. Azt hittem, ilyen gyors olvasó vagy. Na nézzük, mennyi manink lett. Level 2-es farming. Egész jó. Sőt, tudod mit? Mi volt ez a hang? Dot money. De csak most látom, hogy mennyit kerestünk. Bocsánat. Oké. Okay. Kicsit ilyen sihuhú hang volt, nem mindegy. Megvan a 4000. Megvehetjük a táskákat. Akkor... Sicsúgy tatyó, de megint érkezett egy üzenetünk. Minden és reggel egy üzenettel kelünk. Ja, meghívtak minket a Flower Dance-re. Személyesen küldött egy meghívót a Louis. Szóval vihetnénk a copper bárjainkat, átfejleszteni tudsz engedni. Háromból szerintet ki tudunk hozni valamit? Hát meg lehet próbálni. Meg kell nézni majd. De amúgy a sprinklerhez kellene egy copper és egy iron bar. Meg aztán gondolom ezzel lehetne később automatizálgatni a dolgokat. Persze. Automatizálás mindig a jövő. Hát az biztos, és aztán ott tartunk, mint majd a Joya. Igen, és aztán tönkretesszük saját magunkat azzal, hogy mindent automatizálunk. Ha. Elveszik a munkát, elveszünk saját magunktól a munkát. Nem sokat nőttek egyébként ezek a szídek, amiket elültettem tegnap óta. Ennek annyira nem örülök. Nem szabad őket sietetni. Na jó, én elindulok és megveszem a táskát. Te is velem jössz? Megyek hát, az a táska az kell nekem is, csak lepakolom a fölösleges dolgokat. És csak a horgászbotot viszem magammal. Valahogy éreztem, hogy az lesz az egyetlen, ami nem fülösleges. Nézd meg, itt vannak izék, kukacok, te csak tényleg. Így elsétáltál. Jaj, de nálam nincsen olyan, mindegy, egyébként sem tudnék velem mit kezdeni. De nem clay volt benne, mi? Prehistoric vertebra. Vertebra? Igen, ez egy melltartó lesz szerintem, egy prehistoric melltartó. Mutasd már nekem, add csak ide. Ez egy dinoszaurusz melltartó. Wow! Hát ha valaki ezt felveszi magának a mellkasára, elfogadjuk, köszönöm. És adtam egy szívet rá. Tetszett neked? Ezt így felpróbálnám, megnézzük magamon. Na nézzük akkor. Peer, a legjobb táskádat ad csak ide. For sale. Köszönöm szépen. Megveszem. Nincs véletlen valami akció? Ó, hát annyi, hogy egy, hát ezt kitaláltuk volna, egy ősi nagy lénynek a bordájából van ez a csondarabka. Ennyi. Günther, ez nem egy nagy észlény amúgy, hogyha ennyivel tud nekünk szolgálni, mint info. Hát, vagy mi vagyunk hozzá képest túl okosak? Hát, Güntherhez képest szerintem nem nehéz. Na, tudod-e nekem upgrade-elni a túljaimat? Oh, ez 2000 gold? Meg bolondultál ember, és ráadásul 5 copper bár is kell hozzám, és döntsd el, hogy mit adjak neked, nyersanyagot, vagy pedig fizessek érte, nehogy már a nyersanyagot is én szerezzem be ahhoz. De mi az összeset upgrade-elni? Nem, csak a copper pickaxe-et, vagy csak a copper axe-et. És mindegyik 2000-be kerül. Igen, és darabja egy 2000-be kerül.
Ez rablás. Ez rablás, ez a város. Nem csoda, hogy leköröztiteket a Joya Company. Na, eljöttem bányászkodni egy kicsit. Meddig tudunk lemenni ezzel a liftem? 5-ig. Na, az is valami. Közben én meg teljesítettem egy küldetést, hogy 10 slime-ot ki kell nyírni. Ezzel egyébként már be is mehetnék a Adventure Guildben, úgyhogy... majd ellátogatok szerintem oda is. Nem, egy kicsit beképzeltnek tűntek. Beképzeltnek tűntek az Adventure Guildesek? Igen. Nekem inkább csak a Joya Company-s srác. Hát most nekem az a célom, hogy lejussak a 10. szintre, még 2 szint van hátra. És még vannak energiáim is. Mert akkor az már egy ilyen checkpoint lesz, szóval akkor oda tudunk majd menni. Na, még ezt a 2 koppert kiszerem, aztán szerencsére itt is van a létre, megyek is le tovább. Minél mélyebbről hát, tudunk következőnek kezdeni, ugye annál könnyebb lesz majd szerintem érceket is szerezni. Gondolom annál nehezebb ellenfelek is lesznek, nem? Meg hát igen, ellenfelekből is egyre több és több van. Meg egyébként itt már fény sincsen olyan sok, tehát gyűjtögethetem itt ezeket a torcsokat is. Itt már rendesen sok az ellenség. Bakker, és itt van egy csillagos slime! Van egy csillag a tetején, de fura. Vagy egy kanóc, vagy mi ez itt, robban? Vagy mit fog csinálni? Az mondjuk parakra lenne, ha felrobbanna a slime. Jó sokat kell ütni vele, mert egyébként elég tankosnak tűnik. Hú, bakker, ez mindjárt leegyvégyez. Andi, meghalok! Leegyvégyez a slime! Mit csinálják? Megiszok egy gyors Joya kólát, hát ha segít. Azt, amit én adtam? Igen, szerintem ez az volt. Megeszem a líkeket is. Lehet most már a videó cím, hogy Anti megmentette az életem. Egy kólával. Egy slime miatt, egy slime. Lelőttem. Lekaptam tőle egy új kést. Oké. Nyitottál egy kést is. Tényleg lassan izé át, mondjuk tényleg ilyen gambler videóban. Most már csak egy szint, és itt van valami új érc. Mi ez itt, topáz? Szerintem már találtunk, igen, ez topáz lesz. Bakker, mennyi itt a slime? Small light blade, level 2 dagger, ennyi. Ennyit ír. Vagy azzal lehet, hogy jobban tud sebezni, nem? Nem erősebb a damage-em. Összeszerelmeskedtek a slime-ok. És lett egy kis slime, de kiszülték a pályán kívülre, szóval... engem annyira nem érdekel. De durva. Most már családbarát a videód? Elértem a 10-es szintre, és lett egy láda itt előttem. És van benne egy leather boots. Itt tudjuk majd a védelmünket is növelni. De király, lenne, hogyha ez így működne, hova tudom felhelyezni? Lehet, hogy végre most már a Héli is meg fogja dicsérni a cipőmet. Na, azt kéne még csak. Végre nem plastikból van. Én meg majd megdicsérem a monoklit a szeme alatt. Oké. Hoztam neked kis ajándékot. Jó, várjál. Azt nem te voltál, leadtam az egyik bug meetet, mindegy. Bocsi, van még? Egy kis agyat, te kólával lepsz meg, én meg egy kis aggyal, tessék, mit szólsz hozzám? Köszönöm! Ez szívecske! Ez is tetszik neked, tök jó. Szaladok is be vele az ágyba. Na jó, aludjunk. Most már nagyon késő van, aludjunk. Ja. Tényleg most van a virágfesztivál, hát ezt azért csak megnézzük. Hát ha valaki tudom segíteni, hogy a fenébe kell felvennem a lábamra ezt a cipőt. Na, azt írja, hogy a forestbe van. Ja, megvan, itt van, ha, be van. Bedettem, szuper, oké. Forest. Szóval lehet, hogy nem ide kellene most menni. Igen, azt írta, hogy a Flower Dance elkezdődött a forestben. Hello! Hello! Itt errefelé kell átmenni? Ez nem kicsit életveszélyes? Nem, ez teljesen normális. Jó kis Flower Fesztivál lesz, szerintem ez egy csapda, amit kitaláltak el, most utáltak meg teljesen. Nekem megint be van bugozva a karaktered. Váltsa valami itemet. Nálam most nem is lehet itemet váltani. Akkor úgy látom, hogy te így fogsz maradni nekem a végéig. Na, mi van a shopban? Hát nincsen túl sok pénzünk. Seasonal dekorok vannak, nagy részt. Hol van a polgármester? Nem tudom. És mi van a Flower Fesztiválon? Mit kell vajon itt csinálni? Ez mit jelent vajon? Ez a Jellyhez mozog. Nekem kell itt egy ilyen... Fent. Bele akarok harapni. Polgármester, jó uram! Mi a helyzet? Azt mondta, hogy ha táncolni szeretnék valakivel, akkor kell találnom egy partnert. Let's start. Ja jó, akkor te tudtad elindítani. Én most csak ilyen, itt vagyok. Ez és mi? És itt hogyan kell táncolni, vagy mit kell csinálni? Tudom, de nagyon rossz. Melyik vagyok én, vagy hogy működik ez? Mi csak nézzük. Választanom kell. Innen a széléről. Én nem tudom, én egyelőre csak szemlélem, hogy itt mi a fene folyik. Mert ez, amit itt látok, az marha gáz. Nagyon kírosan néz ki, nem? Vagy... Hát én nem tudom, mi történik itt, de most közelednek amúgy ezek egymáshoz. Mert csak annyit látok, hogy a férfiak így... Rogyasztanak, igen, mint a szalmi szeretnek. Twerkelnek. Twerkelnek. Férfiak twerkeljenek Flower Dance alkalmából. That was fun. Time to go.
Jaj, mi a szar, és olyan este lett. Az egész ennyi napon. Volt. Ez a Flower Festival, ennyi volt. That was fun. Mi értelme lesz ennek? Úristen. Hát remélem így a social kapcsolatunk most így épült akkor a városiakkal, vagy nem tudom, tehát ennek mi értelme volt. Jaj, te jó. Hát mindegy, ez vicces volt videó végére, úgyhogy szerintem egyedül ennyit szerettük volna ebben a részben. Hamarosan folytatjuk a következő epizóddal. Addig is pedig minden jót, és sziasztok! Sziasztok!